Brumma 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 brum 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 brumma 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 brum brum brum. Amikor egy zsinagógát felavatnak, amikor a Tóra szekrénybe a Tórákat elhelyezik, ze siman shekila hayudit bamakom nota'at shoresh umitpatachat. Ez egy jel arra, hogy a zsidó közösség gyökereket enged, és már a fa is megnő és erőre. A kavod hu bemet kavod gadol hu lilehot itchem veliyatzeg et hamedina shelanu kan. A tisztelet az enyém, hogy képviselhetem mint országomat, és ne felejtsétek el. Én és az ország együtt vagytok. Látjátok azt, hogy ez a kislány is egyetért vele. Én büszke vagyok rá, hogy ez a zsinagóga ma ilyen módon megújulhatott, és hogy ennek a bővülésnek az önkormányzata is egy kicsi részese volt. Radonti Zoltán olyan szorgalmasan tudósította a érdeklődőket a Facebookon és egyéb oldalakon, hogy megcsinált azt a viccet, nem egyszer, hogy rajzolt egy gyönyörű szép toraszekrényt, hatalmas belső téren 4-5 méter, és volt, aki elhitte, hogy ilyen, és akkor utána mondta, hogy hasonló lesz a dolog. Vagy rossz hírem, azzal kell kezdenem. Ezt az avató beszédet, hogy már pár száz éve tudjuk azt, hogy a mesék nem igaziak. Tehát mesékben hinni nem lehetséges. De sokkal szívesebben élnénk mesékben, és hinnénk azt, hogy a jó, a legkisebb királyfi, majd megold minden problémát, legyőzi a sárkányt, és belovagolunk, és minden szép áll ránk, és még sokan hisznek abban a mesében is, hogy jó tündér majd a zsidó embereket elhoz a zsinagógáinkba, azaz a belső igény a zsidó emberekben erősebb lesz minden rossz, minden akadályozó erőnél, a történelmnél és a valóságnál. Ez a rossz hírem, és barátaim, hogy nincs mese. Nincs mese, és nem szabad mesékben ringatni magunkat. Nincsenek jó tündérkék ma már, hogy megmutatják nekünk a testvéreinket itt a kerületben, a városban, a országban. Nincsenek mesebeli
dolgos is, és Schustermannok, akik megvallják a szakadt terítőket helyettünk, megcsinálják a cipőinket is, és nincsen vár meg az aranytojást töltjük sem. Hát van helyett ajmás. Vagyunk helyette mi, mindannyian. Van az ember, a gondolkodó ember, van a hit, van a lelkesedés, és van a közösség. Örökre, hogy Isten áldjon meg bennünket, mindannyiunkat. Új munkával, új célokkal, új vágyakkal, és új reménnyel abban, hogy csak a hegyek nem tudnak találkozni, az emberek igen. Az örökre, hogy Isten áldjon meg bennünket öntudattal, hogy higgyünk magunkban és a társainkban, és reméljük, hogy ez nem csak a pillanatnak szól, hanem örökké valósággá. És végig az örökké Isten áldjon meg mindannyiunkat, a közösséget, a város, az ország és a világot békével, és minden előremutató gondolatot, minden segítő szót, hogy hivatva van a dél-budai, ezáltal a Budapest és a magyar zsidóság, az ország jólétét is jobbítani. Az örökké való Isten legyen áldása rajtunk, úgy legyen. Amen. Ez egy nagyon nagy dolog. Nem csak az, meg van töltve ez a lényeg. Hájj! Még beleinnánk a felnyelő. Péter úr is mond valamit. És a végén brókét fog mondani, egy borépia gáfány a kis kósepesgőre. Azt hittem, hogy megúszom itt a pohár köszöntőt. Sok minden elhangzott, de ne feledjétek, az, hogy ma itt lehetünk, az egy rossz és egy jó dolognak köszönhető. Az, hogy eladták a zsinagógánkat a 60-as években, az sajnos a zsidó közösség vezetőinek a döntése volt. És azt hitték, hogy soha többet nem lesz Dél-Budán, vagy Új-Budán, vagy Lágymányoson más néven zsidó közösség, hiszen megszüntették magát a körzetet is. Én nem akarok sok nevet mondani, csak a Szepesi házaspárra hagy emeljem a poharamat, akiknek köszönhető, hogy itt, most egyáltalán van közösség. Hát emelem poharamat mindazokra, akik a régi zsinagóg eladása után kitartottak, idejártak. Emelem poharamat azokra, akik azt követően itt voltak, emelem poharamat a zsinagóga fenntartóira, építőire, emelem poharamat a budapesti zsidóságra, a magyarországi zsidóságra, és ahogy mondani szokás, Borukatul nagy, elehénő mele hoájlom, Bajré, Bri, a Goffer. Meghallgatod a zenét, akkor abban a zene van, és szól zsidóknak és nem zsidóknak a zsidóságról, teljesen emberi hangon. Van az, hol? Sehát fényképre, de leütetek. Ő a legfontosabb. Megyek haza, rákattítom. Jó, igen. Akkor Terézvárosban. Terézvárosban. Van ennek értelme? Próbáljuk meg. Köszönöm szépen. Why? 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 Why